Sziasztok! Mint a címből is kiderült, és megtudtátok, és gondolom leesett, egy esti rutinos videó következik. Gondoltam, annyian kéritek ezeket a konkrét rutinos videókat, hogy akkor így végigcsinálgatom őket szépen lassan, és már egy ilyen hétvégi wellnesses rutinos videóm volt, amit valahova majd berakok, nem tudom, a leírásba vagy ilyesmi. Úgy gondoltam, hogy akkor legyen az esti rutinos a következő, mert nem vagyok egy túlságosan reggeli alkat, az még necces lesz azt fölvenni, és az esti rutinommal is az a baj, hogy nincs igazán konkrét igazi rutinom, mert annyira össze-vissza élek, hogy nagyon nehéz egy konkrét rutint bemutatni, de nyilván vannak olyan dolgok, amik azért állandóak, szóval amit most ebben a videóban meg tudok majd nektek mutatni. Ami nem teljesen állandó, de megmagyarázza a csapzott fejem, az az, hogy éppen edzésről értem haza, és már egy részét ugye ott edzéssel letöröltem a sminkemnek, mert nem tesz igazán jót a bőrnek, hogyha agyon vagyunk kenve, sőt, én mindig leszoktam szedni, mindegy, ezt majd utána elmesélem, így a sminklemosáskor még majd rizsázok nektek ilyenekről egy kicsit, és hát igazából most értem haza sütihez, eddig annyi történt, hogy ledobtam a cuccom, és ráadásul óriási kupi van, és a lényeg, hogy elég fáradt vagyok, és elég éhes meg szomjas, úgyhogy ami általában így történik, egyébként szinte minden este, nagyon sokáig szoktam dolgozni, és amikor hazaérek, akkor már nem szoktam enni, csak ha emberi időbe érek haza, és most emberi idő van, mert a telefonom is pittyek, mindjárt megmondom hány óra van, körülbelül azt hiszem 8, igen, 8 óra 14, negyed 9 van, és alig bírom tartani a kamerát, ugye fáradt a korom. Na szóval a lényeg, hogy ilyenkor tényleg az szokott történni, hogy én neki látok vacsorát csinálni. You and I, we're always on the edge. We fight and make love at the same time. Would you break up just because I told you what I did last night? I recall the times you said you're sorry, but still I'm not sure if you told lies. But I don't care, it's all forgotten now. We're holy when we touch anyhow. Give me a chance to make it right. Just let me touch you like the first time. We don't need answers to survive. Just let us keep on. Nyugi, egy dolgot megígérek, főzőcsatornát soha nem fogok csinálni. Szóval, amíg kisütöm a húsokat, addig a hajamra megcsinálom a kis kókuszolajas meg balzsamos, meg nem tudom milyen pakolásomat, ami benne van a hétvégi wellness-es rutinos nem tudom milyen videómban. A lényeg, hogy azt is berakom a leírásba, meg fogjátok találni, de most muszáj bepakolnom egy picit a hajam, mert annyira száraznak érzem, mint az állat. Csodásra bekentem a hajam, és leülök és megvacsizok. Sütivel, mert hát nyilván neki is érkezett. Van egy külön hús, amit neki is sütöttem. És egyébként ilyenkor persze előkerül a szemüvegem is, mert már nem látok rendesen, ahogy öregszem. Úgyhogy tévét szoktam nézni, és hát megkajálok, aztán kaja után szerintem megyünk egyet sétálni. Igaz? Sétálat? Amúgy tök fura, hogy van egy komplett kanapém, meg egy ilyen tök jó étkező pultom, ahova minden barátom mindig odaül kajálni, én meg valamiért a dohányzó asztal elé ülök a földre. Ki érti amúgy ezeket? Megyünk is én? Igen? Megyünk is én? Igen? Megyünk is én? Igen?
egyébként Sütivel ilyenkor óriás nagy sétákat teszünk, és általában a barátaimmal beszélek telefonon, most pont nem, mert a többiek a városban vannak. Csak én vagyok itthon, úgyhogy valami YouTube videó megy. Nem is tudom, hogy mi ez. Abból érzem, hogy nyár van, hogy mindig neki megyek egy pókhálónak, és itt bakarózok az utca közepén, úgyhogy már alig várom, hogy becsobbanjak a fürdőkádba. Sikerült kimásznom a kádból. Ilyenkor egyébként imádok relaxálni, mikor hajat mosok, meg mindenféle ilyen testradír, meg fürdősó, meg fürdőbomba, meg minden ilyesmit a fürdőkádban. De hát most megmostam a hajam, és utána szoktam csinálni egy ilyen turbánt a fejemre, mikor kijövök a kádból, és elég sokáig mászkálok úgy, hogy ez rajtam van, mert azt figyeltem meg, hogy minél több vizet beszív a törölköző, annál kevesebb idő megszeríteni a hajam, és mondjuk akkor legalábbis kevesebbet hajszárítózom, ami nem, szerintem nem árt neki, vagyis hát kifejezetten előnyös. És erről jut eszembe, hogy egyébként lehet, hogy a következő videóm egy ilyen hajápolási rutinos lenne. Nem tudom, mi a véleményetek, írjátok meg kommentbe. Ha már végigcsinálok egy pár rutinos videót, akkor a hajápolás is szerintem egész jó ötlet. Na de miután kimásztam a kádból, még mindig marad az arcomon mindig mindenféle smink, úgyhogy mindig ide telepedek az asztalomhoz, és szépen módszeresen lemosom az arcomat. És a Nivának a micellás vizét használom. És egyébként a sminklemosást mindig addig csinálom, amíg teljesen tiszta nem marad a vatta. Egy csomó szennyeződés az arcunkon marad egyébként, plusz nagyon sokan elfelejtik, hogy az arcunk nem csak idáig tart, hanem mivel lealapoztuk, meg kontúroztuk a nyakunkat, meg a fülünkre is jut az alapozóból, ezért jó alaposan végig szoktam törölni magam, hogy tényleg semmi nem maradjon rajta, mert nem akarom, hogy éjszakára ez így bele hívódjon a bőrömbe. És ha így néz ki a vattám, akkor már jó vagyok. Ilyenkor szoktam megvárni egyébként, hogy így teljesen eltűnjön a nedvesség a bőrömről. Plusz azt elfelejtettem mondani, hogy az edzőcuccomban van még egy Nivea a micellás cucc. És azokban a szituációkban, amikor edzőterembe megyek, vagy amikor nem otthon alszom, olyankor használok sminklemosó kendőt. Mert egyáltalán nem egészséges sminkben edzeni, úgyhogy javaslom, hogy szerezzetek be egy sminklemosó kendőt is, és edzés előtt töröljétek át az arcotokat. A következő termék, amit használok, de nem minden nap, az a Kiehl's-nek egy ilyen éjszakai olaja, ami nem igazán olaj, hanem egy ilyen mikropeeling koncentrátum kinoát tartalmaz. Úgy tudnám összefoglalni, mint egy kisebb, enyhébb fajta kémiai hámlasztót, tehát hogyha nem radírozok arcot, akkor általában ebből szoktam tenni a bőrömre egy kicsit, és hát nem olaj, mert érzetre se olaj, de szét szoktam csöpögtetni, és akkor ezt így alaposan beledolgozom az arcbőrömbe. És ha úgy látom, megérzem, hogy ezt is kellőképpen feldolgozta az arcom, ezt egyébként nem szívja be rendesen, hanem ilyen kicsit ilyen, mint hogyha megszáradna, de azért egy picit tapadós lesz, akkor erre még rá szoktam menni ezzel az Adrien Feller olajjal, amiből fölpattintok az arcomra egy pár cseppet, de tényleg csak pár csepp bőven elég belőle, és akkor ez már a szemkörnyékemre is mehet, azzal a kivétellel, hogy a szempilláimat nem olajozom össze, mert hát ugye a 3D szempillát azt olajossal nem lehet dörzsölni, megmosni. És akkor általában még ilyenkor fogom, rászárítok a hajamra, illetve amíg ezt beszívja az arcom teljesen, addig itt mögöttem, ami az ágyom van, kupi, azt rendbe rakom, meg eldöntöm, hogy másnap mit veszek föl, azt kikészítem, melyik táskát viszem, abba belepakolok, és akkor így igazából kicsit mentálisan felkészülök a holnapi napomra, vagyis általában a rákövetkező napra, hogy mi fog történni, összerakom, hogy mikor hova megyek. Végül pedig megszárítottam a hajam, amennyire akartam, megfésültem a szempilláim, ez egy fontos momentum, ezt mindig elfelejtem mondani, de reggel este szempillafésülést tartok,
És bazi meleg van a szobámban, mert elromlott a légkondi, de végre az ágyamban vagyok, imádok az ágyamban lenni. És ilyenkor általában még olvasok, telefont nyomkodok, vagy dolgozom. Most például nagyon szeretnék befejezni egy videót, úgyhogy itt van mellettem a laptop. Ezt még megcsinálom. Az igazából szerintem nem tart tovább egy 10-15 percnél, úgyhogy abban pont el is fogok fáradni. Amúgy olvasni szoktam, tele vagyok itt könyvvel, most éppen a Gucci Story lesz terítékem. És a másik nagyon fontos, ami hozzátartozik az esti rutinomhoz, hogy mindig behozok magamnak egy pohár vizet az éjjeli szekrényre. És azt hiszem, hogy ennyi. Jaj, kifelejtettem Manókát. Nyúnyer. Süt. Na, vagy igen, a következő program, hogy a kutyám még kitalálja az éjszaka közepén, hogy játszak vele. Ez is elég gyakran előfordul. Igaz? Igaz? Te cukiság faktor, te! Szóval igen, a másik, amit elfelejtettem, hogy esetlegesen még sütővel játszani kell, de itt most nem fogok, most már a lábamra is ráharapott. Nem, most nem fogok vele játszani, befejezem azt a videót, úgyhogy írjátok meg, hogy milyen ilyen rutinos ötletetek van még. Nagyon sok szeretettel várom, nekem most ez a hajápolás az becsípődött, meg a kollekciós videók is, meg minden ilyesmi, úgyhogy rajta vagyok a videó gyártási ügyen. Megírjátok meg, hogy hogy tetszett ez a videó, egyébként nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, itt is, megkövessetek Instán is. Mindent elmondtam. Megyek aludni. Puszi, sziasztok!